Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy hétvégi szerelmi jóslás. Itt Malulkán most vihar van, fúj a szél, úgyhogy hallható a háttérben. Ez nem csendes időszak most, de azért remélem, hogy nem zavar benneteket, és hallható az, amit közlök veletek. Megnézzük, hogy mi történik a hétvégén. Freitag péntek, Samstag szombat és Sonntag vasárnap. Először megnézzük, hogy mi az energia pénteken, mi történik. Ez egy szerelmi energia. Itt látható ez a szerelmes pár, sőt az égi segítség, ez lesz egy közeledés, szerencse a szerelemben, hiszen itt a csillagok szerencsét hoznak, legyen meg a bizalom, mert minden úgy alakul, ahogy a csillagképekben ez meg van írva. Ez a férfi közeledik hozzád. Meglátogat téged, átnyújtja számodra ezt az aranykejhet, és ez jelenti a víz elemét. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Tehát érzelmekkel közeledik hozzád. Szombat. Itt látható ez a torony, és úgy tűnik, mintha minden úgy összeomlana. De a másik képek szép dolgokra és változásokra utalnak, tehát ez fontos, hogy itt most valami lezáródjon. Lehet, hogy az ő életében, hiszen ő megjelenik itt, mint egy király, és el akarja foglalni a helyét az életben. Itt újra erről a kehelyről van szó, tehát érzelmekről. Mielőtt ő kimutatja az érzelmeit, meglátogat téged, itt egy kicsit nála is viharos minden, hiszen valamit le kell zárnia. Ez lehet, hogy számára kellemetlen, de érzi azt, hogy mennyire fontos. És megvan a hit, megvan a bizalom, hiszen itt a fő papnő őrzi a sorsok könyvét, és úgyis minden úgy alakul, ahogy a sorsok könyvében ez meg van írva, ahogy a csillagképekben ez meg van írva. Ez az összeomlás, ez a torony ráutal, de nem fogja megbánni. És vasárnap, ő látni akar téged, hiszen itt látható, hogy megérint. Van még egy szűkös helyzet, vagy nálad, vagy nála, amiből ki kell lépni. Ez sikerülni fog, hiszen ez a szűkös helyzet, ez a torony, ami úgy fogva tart benneteket, összeomlik. Lesz egy új irány. Ez a kép utalhat utazásra, vagy külföldi kapcsolatokra is, és felszabadultok ebből a szűkös helyzetből. Az a fontos, hogy hallgassatok a saját érzelmeitekre, hiszen ez a kehely olyan, mint egy belső forrás, gyakran jelenti az intuíciót, a te érzelmeidet, hogy kimutatod a vágyaidat, az álmaidat, vagy ő nyújtja át számodra ezt az aranykelyhet, és ő mutatja ki az érzelmeit, kiléptek a szűkös helyzetből, és lesz egy új irány, egy utazás. Ez lehet egy külföldi kapcsolat, vagy elutaztok valahova,
ez az utazás lehet egy belső út is, egy lelki kapcsolat kettőtök között. És ez volt a hétvégi szerelmi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender!